Buszmegálló. Reggeli hangulatjelentés. Szerinted mennyire jó Pécsváros tömegközlekedése? Hát talán hétköznap, akkor úgy elfogadható, de hétvégén azért elég nehéz, főleg aki kertvárosból, akik úgy munkahelyére eljutnia. Úgyhogy talán azon, hogyha tudnának valamit javítani, akkor úgy jobb lenne. Hát közömes. Olyan, hogy én Komlón dolgozok, általában onnan ide Bécsre, jobb a közlekedés, mint Bécsen belül. De ilyenkor a reggeli órákban igazán jöhetne több busz, mert mindig elkések. Mihez képest? Hát úgy általánosságban, mondjuk ahhoz képest, hogy eléri a munkahelyére. Általában igen. Hát drága. Különben más nincs. Hát a reggeli órákban még elég jó, addig meg jönnek a diákok, de utána már nem. 8 óra után és dél között akkor nem annyira jó. Akkor ritkábban mennek, és akkor rosszabb a közel. Addig 8 óráig jó, még a diákok be nem érnek. Nem jó. Bővebben? Nem jó, mert kellett volna a városban olyan utakat is építeni, amik mondjuk a belváros kikerülik. Tehát mondjuk Egev az nagyon zavar, hogy van egy piszkos belvárosunk, amiben bemehet a tömegközlekedés. Látszik, hogy egy oldalon terhelt a közlekedés, tehát mondjuk a Rákóczi útra, illetve kifelé Budapest felé kimondottan erősen terhel. Aránytalan az elosztás, tehát ha mondjuk valaki kora reggel megáll a Konzumnál, akkor látja, hogy kétszer-háromszor annyi kertvárosi busz fut el, mint amennyi Uránváros felé. Szóval valami zavar van. Nem igazán jó. Sokba kerül, és ahhoz képest ki van írva a táblára, hogy mikor kéne jönni a busznak, persze nem most. Sosem akkor, hogy rendszeresen elkések a munkájára. Bocsi, szia!